medián kimutatása szerint a fiatalok körében már a legnépszerűbb párt a Mi Hazánk mozgalom, illetve szintén a medián Mi Hazánkos elfogultsággal nem vádolható kutatása szerint a Mi Hazánk mozgalom körében a legmagasabb a diplomások aránya. És ennek a két kimutatásnak azért örülök különösen, mert ez azt jelenti, hogy a tudatos választók körében vagyunk népszerűek, tehát akik mondjuk megszokásúan néhány évtizede szavaznak mondjuk valahova, azok nyilván nem annyira tudatos választók, hogy elolvassanak egy programot, de aki, pláne aki életében először választ, az talán még nagyobb valószínűséggel, hát ha mondjuk a programot el nem is olvassa, de legalább valamilyen mélységig tájékozódik. A fiatalok körében már nagyon jók vagyunk, tényleg. Talán mondhatom azt is, hogy a fiatalok kétharmada Mi Hazánkos, csak még nem mindenki tud róla persze, akár ők maguk sem. Hiszen, de most komolyra fordítva a szót egyébként, ne értene egyet a fiatalok kétharmada azzal a csak a Mi Hazánk mozgalom által javasolt alaptétele, hogy töröljük el a mentelmi jogot, hogy kössük írni-olvasni tudáshoz a szavazati jogot, tehát sorolhatnánk ezeket a programpontokat, amiket csak mi vállalunk, tehát nem egészen elbizakodott dolog. Ami pedig a konkrét esélyeket illeti, nekünk Borvendég Zsuzsanna, Magyarország legnépszerűbb történésze, az EP lista vezetőnk, és azért esett rá a választásunk párton kívüliként, egyébként nem is volt kapcsolatban a Mi Hazánk mozgalommal, mert úgy éreztük, hogy a saját szakterületén olyan kimagaslót alkotott, és amire szükség is van, hogy feltárjuk mondjuk akár a még az előző rendszerből hatalmukat, a gazdasági életbe átmentő hálózatokat, ő alapvetően ilyen hálózatkutatással foglalkozott, és hát ellensúlyozandó mondjuk a Tisza párt lényegében EP lista vezetőjét, hiszen Magyar Péter után ugye az első, aki valóban át is veszi a mandátumot, az ugye a Facebooknak a jogásza, jogtanácsosa. Tehát én azt gondolom, hogy azt látjuk, hogy ők is inkább ezeket a multinacionális érdekeket képviselik, ezeket a globális hálózatokat. Mi ezzel szemben harmadik utas pártként viszont alulról szerveződve a nemzeti szuverenitást. És hát, hogy nem szeretnék leragadni persze ilyen tiszavirág életű pártoknál, de hogy azért mégis méltassak más pártokat is természetesen, mert megtehetem ezt, több pártot is szeretnék méltatni szövetségeseink közül, Európában természetesen, kezdeném a német AfD-vel, hiszen már Németország talán legnépszerűbb, de minimum második legnépszerűbb pártja ez a szövetségesünk, és ezekkel együtt szerintem jó esély van arra, hogy egy fordulat következik be az Európai Unióban, és az Európai Egyesült Államok helyett inkább a Nemzetek Európája kerül előtérbe. Tétje a választásnak az is, hogy ez a háború folytatódni fog-e, amit a szomszédunkban zajlik, amerikai-orosz háborúként leginkább persze, hiszen nem mindegy, hogy amerikai érdekeket kiszolgálva az Európai Unió is végtelenül és féktelenül támogatja ezt a háborút, ezt a fegyverkezést. Sajnos a magyar kormány is ezt teszi. Ugye azt látjuk, hogy például 50 milliárd euróval fogja támogatni Ukrajnát az Európai Unió. Ezt Orbán Viktor is megszavazta már a vétó helyett. Most már ugye olyan kávézgatós távolmaradás sem volt, mint Ukrajna Európai Uniós felvételének megkezdésekor, amikor szintén nem élt a vétó jogával Orbán Viktor. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy egyedül maradtunk a valódi békepártiságunkkal is, hiszen a magyar kormány is minden szép szó ellenére valójában támogatja ezt. Azok is látják, hogy az Európai Uniónak több problémája is van. És az egyik legnagyobb ilyen probléma az a jelenlegi Európai Tanácsban lévő vétórendszer, ami van, és a konszenzus az, ami ugye muszáj ahhoz, hogy bármilyen nemű előrelépés történjen. Ezért volt lassú reakció a szomszédban lévő háborúra, ezért volt lassú reakció a Covid-válság alatt is, mert vannak bizonyos országok, és most sajnos legfőképpen Magyarország, aki a vétójával folyamatosan visszaél. Amúgy érdekesség, hogy Magyarország az ország, aki a legtöbbször élt a vétóval olyan kérdésekben, ami nincsen hatással a saját országukra, itt legfőképpen a külügyi, külpolitikai kérdésekre gondolok. Magyarország volt az, aki a legtöbbet vétózott külpolitikai kérdésekben az Európai Tanácsban. Kicsit vitába kell, hogy szálljak a szankciók tekintetében, hiszen, ahogy mondta a Momentum frakcióvezetője most ugye, Dávid, hogy Magyarországot nem érintenék azok a kérdések, amiben Magyarország vétóval élt, hát hogy ne érintenék. Tehát a háború egy kicsit fájó is, hogy elsőként azt említette, hogy az Európai Unió nem tud gyorsan reagálni egy szomszédban zajló háborúra. Hát az Európai Uniónak nem ez volna az elsődleges feladata, sőt, egyáltalán nem is volna ez a feladata, ez nem a NATO, de egyébként a NATO-nak sem volna ez feladata, mert a NATO tagságunkból adódó szerződéses kötelezettségünk is csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, na de hát Ukrajna nem NATO tag.
De az Európai Uniónak meg aztán pláne nem feladata egy Európai Unió kívüli háborúba beavatkozni, és tönkretenni az egész Európai Unió gazdaságát erre való hivatkozásra, mert ez történik lényegében. Tegyük persze hozzá, hogy ezekkel a szankciókkal Magyarország egyre ritkábban él. Persze él Magyarországon óriás plakátokon üzen Brüsszelnek, vagy hát inkább a magyar választóknak, ugye? Tehát egy kettős kommunikációt folytat, kint egyre ritkábban él. Hiszen említettem is, hogy például legutóbb az 50 milliárd eurót már maga Orbán Viktor is megszavazta Ukrajna számára, sokak meglepődésére. De előtte is ugye finoman kiment kávézgatni, amikor vétóval élhetett volna. Tehát ugye ez egy kettős beszéd, amit folytat itthon a nemzeti szuverenitás, meg a békepártiság jegyében, és valójában nem él a vétóval. Él persze néha olyan vétóval, mint mondjuk Szijjártó Péter egyedüliként nem támogatta az izraeli telepes terroristák listára, szankciós listára helyezését az Európai Unió külügyi tanácsülésén, tehát megvétózta a döntést. Ez egyébként tényleg mondjuk nem nagyon lehetne hatással Magyarországra, de persze a világpolitikában is minden mindennel összefügg. Tehát van hatással, negatív hatással. Tehát nem csak, hogy mondjuk adott esetben a terrorveszély fokozódik, amikor katonákat küldünk Afganisztán megszállására, Irak megszállására, most már Csádba is, vagy épp az izraeli határa, amit szintén egyedüliként a Mi Hazánk mozgalom követte, hogy hozzák haza azokat a katonákat, amelyek Izrael határán vannak, nem magyar érdekes. Tehát persze, amikor egyedüliként vétóval él Szijjártó Péter Izrael érdekében az Európai Unióban, akkor az elszigetelésünket sajnos fokozza az, hogy ilyen eszközökkel él, viszont nem él akkor, amikor meg a magyar érdek ezt diktálná. Sőt, tulajdonképpen az egész Európai Unió vala fő problémánk, ahogy már előbb említettem, ugye, hogy az Európai Egyesült Államok irányába mozdul el a Nemzetek Európája helyett, és ugye ez mikor történt, mikor indult el? A 90-es évek után a legnagyobb lendületet ez a folyamat a Lisszaboni szerződés aláírásakor vette. Ugye ez 2007. decemberében volt, amit a Fidesz is olvasatlanul megszavazott 2007. december 17-én, sietve talán első EU tagállamként, tehát nem is lett volna olyan sietős, de ez a szolgalelkűség, ami akkor még különösen, de egyébként a döntéseknél, ahogy mondtam, sajnos a mai napig tetten érhető, ez indította el egy olyan folyamatot, egy olyan irányba az Európai Uniót, hogy a gazdasági együttműködés, az indokolt gazdasági együttműködés helyett, amire létrejött az Európai Unió, amiért csatlakoztunk az Európai Unióhoz, hogy mondjuk kiegyenlítődjenek a bérek, ehhez képest az árak egyenlítődtek ki, és ugye mondjuk ugyanabban az Audi gyárban, Győrben nem ugyanazt a fizetést adják, ugyanazért a munkáért, amelyet mondjuk egy németországi Audi gyárban adnak, és sorolhatnánk még a példákat, hogy nem egyenlítődtek ki a különböző életszínvonalban, vagy egyébként konkrétan összemérhető bérek, ellenben az árak kiegyenlítődtek, és nem ezzel foglalkozik, például nem ezzel a problémával, ezzel a belső feszültséggel foglalkozik az Európai Unió, hanem azzal, hogy a belügyeinkbe és más tagállamok belügyeibe is beavatkozva, éppen ezért vannak szövetségeseink a német AfD-től kezdve Bulgáriáig, nagyon sok olyan szövetséges pártunk van, akik még komolyan gondolják azt, hogy nem lehet ennyire túlpörgetni ezt az integrációt, ehelyett az európai népek rugalmas és gazdasági együttműködésére volna szükség. És ami a kormányzat felelőtlenségét mutatja, az, hogy bár Orbán Viktor is beszélt arról, hogy az unión kívül is van élet, de igazából nincs erre semmilyen receptjük. Egy felelős kormányzat az felkészülne, én inkább úgy fogalmaznék, hogy az unió utáni életre. Tehát az Európai Unió szerintem hamarabb fog megszűnni, mint sem, hogy például akár mondjuk Magyarország kilépjen abból. Gondoljuk a Szovjetunióra, az is egyik pillanatról a másikra megszűnt. Ehhez képest az Európai Unió nem egyik pillanatról a másikra váratlanul fog megszűnni. Már most nagyon sok elemző beszél arról, hogy milyen belső feszültségekkel terhelt, akár a nyugati-keleti tagállamok között, akár főleg mondjuk az a hatalmas bürokrácia, ami jellemzi a bizottság és a parlament belső cica harcát is tulajdonképpen, ugye, ami folyamatosan egy belső hatalmi harc, még az Európai Unión belül is, hogy említhetnénk a bürokráciát, ami azt gondolom, hogy egyetértünk, hogy elképesztően működésképtelen az Európai Unió, vagy az a korrupció, ami egészen elképesztő méreteket ön. Tehát például volt egy kimutatás a világgazdasági fórum, tehát azért a szimpátiámtól nagyon távol álló szervezet szerint is évente 120 milliárd eurót nyer el, ez egy 2009-es adat, az Európai Unión belüli korrupció. Tehát egészen elképesztő, hogy azok akarnak egyébként jogállamiságból oktatni minket, akik láthatjuk, hogy Brüsszelben is sajnos lehet, hogy nem ilyen szinten csúcsra járatják, de azért az egész unió tekintetében mégis bődületes méreteket ölt a korrupció. Mondjuk ennek egyik ékes példája volt, amikor Ursula von der Leyen ugye egy SMS-ben rendelte egy barátjától
több 10 milliárd eurós Covid vakcina üzletet 2022-ben, és hát tegyük hozzá, hogy Ursula von der Leyen férje a Pfizer egyik partner cégének az orvos igazgatója. Tehát, hogy a legmagasabb szintig láthatjuk azt a korrupciót, ami behálozza az Európai Uniót, és ezzel nem néz szembe az Európai Unió, és működésképtelen. Tehát mondjuk, ha gondolunk arra, hogy csak Brüsszelben kb. 15 ezer regisztrált lobbista van, ugye azt, hogy hivatalosan lehet folytatni ezt a multicégek lobbiát, mert természetesen erről van szó, ezek ilyen ipari lobbik leginkább. Tehát az egész Európai Unió működésképtelensége, illetve hát a kizsákmányolásunk. Azért azzal még nézzünk szembe, hogy, és most ne csak mindig a Chat McDonald-t, a mi államfőjelöltünket idézzem, hanem mondjuk egy híres baloldali sztárközgazdászt, a francia Thomas Pikettit is hadd idézzem, aki kimutatta, hogy Magyarországról több pénzt visznek ki a multik, mint amennyi uniós támogatás formájában bejön Magyarországra. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nettó ráfizetők vagyunk. Tehát ki lehet mutatni azt statisztikailag, hogy mennyi uniós támogatást kapunk, csak hát mire? Ugye? Tehát amit még nem visznek ki, az is itt mondjuk ilyen presztízs beruházásként, díszkövezésre, szökőkutakra, meg hát mindenféle fideszes korrupcióra fordítódik, ugye lomkorona sétányokra is hasonló. De ami igazán hasznos munkahelyteremtő és jól fizető, tisztességesen jövedelmező a munkavállalók számára tisztességesen jövedelmező munkahelyet teremtene, arra nem igazán látunk példákat, tehát mondjuk a kis- és középvállalkozások megerősítését kevésbé szolgálja. Tehát szembe kellene nézni arra, hogy azzal, hogy az unió megszűnése után is kell, hogy legyen receptje Magyarországnak. Ugye kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodásokkal, bilaterális egyezményekkel, hát csak gondoljuk arra, hogy Oroszországgal milyen mezőgazdasági, élelmiszeripari együttműködéseket folytathatnák. Hát ugye nem csoda, hogy a szankciók miatt, ugye Matolcsy György is azt mondta, hogy a magyar élelmiszeripar az hátulról a második legkevésbé versenyképes az EU-ban Bulgária után. Ha ilyen szankciókkal sújtják, hát hivatalosan Oroszországot, jobbára inkább mondjuk Magyarországot többek között, akkor ne csodálkozzunk, hogy ilyen helyzetbe kerülünk. Persze nem akarok mindent az Európai Unióra tolni, tehát megvan a magyar kormányzat, az elhibázott gazdaságpolitika felelőssége is ebben, de az is egy felelőtlenség a kormányzat részéről, hogy nincs igazándiból receptje az unió utáni életre. És ez azért probléma, mert minden egyes uniós kritikája azért úgy fejeződik be, hogy de mi minden áron az Európai Unió tagjai akarunk lenni, hát akkor ne csodálkozzunk, hogy nem fizetik ki még a nekünk járó pénzeket sem, hogy nincs igazán komoly jó tárgyalási alapja ennek a kormányzatnak, nem tud jól tárgyalni, nemzeti érdeket érvényesíteni, hiszen azt mutatja, hogy bármit megtehetnek velünk, mi akkor is jól fizető kezesek leszünk. Ehhez képest volt olyan költségvetési javaslatunk például, hogy amíg Magyarország nem kapja meg a nekünk járó uniós támogatásokat, forrásokat, bezzeg megkapja Ukrajna, akkor addig ne fizessük be mi se az Európai Uniónak a tagdíjunkat például. Ezt is lesöpörték, de szerintem a Mi Hazánk mozgalomnak az a küldetés, és akkor ez így a záró gondolatom ebben a blogban, hogyha az Európai Parlamentbe kijutunk, akkor ott az ne az vezessen minket, mint sajnos az eddigi baloldali pártokat szerintem többnyire vezette, hogy minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a balliberális ellenzéknek. Mert nekünk az kell, hogy legyen az érdekünk, hogy még erősebb nemzeti szuverenitási politikára kényszerítsük, igen, több szankcióra, vagy több vétóra, a szankciók megvétózására kényszerítsük a kormányzatot, a magyar nemzetpolitikát, és a Magyarországnak jogosan járó támogatásokért kell harcolni. Ez lehet a küldetése egy ilyen harmadik utas, mondhatjuk, hogy nemzeti radikális pártnak, bár a radikalizmus ugye az azt jelenti, hogy gyökeres változásokat szeretnénk ebben a kaotikus, már önmagában Brüsszelben is kaotikus, rendkívül korrupt, rendkívül bürokratikus rendszerben. Mi ehhez képest szeretnénk tehát gyökeres változásokat. Ez szolgálja a mi viradatprogramunk is. Köszönöm. Fú, nagyon sok minden elhangzott, van, nehéz lesz ennyi mindenre reagálni. Főleg, mert úgy 98%-ával nem értettem egyet. De kezdjük akkor az elején. Ukrajna a szankciók. Nem a szankciókra gondoltam, amikor azt mondtam, arra gondoltam, hogy a Magyarország az Európai Tanácsban mennyit vétózott, hát pontosan tudjuk, hogy mind a 11 szankciós csomagot megszavazta Orbán Viktor, vagy Szijjártó Péter. Abban merőben nem értünk egyet, hogy a szankciók kinek ártanak. Számtalan kutatás és számtalan elemző kimutatta, hogy Oroszországnak sokkal jobban ártanak ezek a szankciók, mint Magyarországnak, mint Európának, mint az európai gazdaságnak, és alapvetően a szankcióknak nem az a céljuk, hogy
hogy Oroszország befejezze a háborút, és azt mondja, hogy jó, akkor nem folytatjuk, hanem hogy megnehezítse ezt, és kevesebb pénzügyi eszköz álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy fegyvert vásároljanak, lőszert vásároljanak, és ártatlanokat bombázzanak le minden egyes nap. Szóval alapvetően ezt a célt szolgálják a szankciók, és erre tökéletesen alkalmasak is. Szóval nem ezekre gondoltam, amikor a magyar vétókról beszéltem, és abban sem értünk egyet, hogy mennyire fontos számunkra, vagy mennyire lényegtelen, hogy itt a szomszédban egy háború zajlik, és nem csak Magyarország számára, hanem egész Európa számára. Azért mégiscsak arról van szó, hogy Oroszország az a, hát szerintem egész nyugodtan nevezhetjük birodalomnak, ami folyamatosan expanziós politikát folytat, és pontosan látjuk azt, hogy mit csináltak, nem csak az elmúlt 30 évben, de nagyjából az elmúlt 90-ben.